úgyse volt már egy ideje. Az baj, hogy most tanulnom kéne valamit, mert Riverzi írt nekem valami hosszú szöveget az MC-s dologhoz, szóval az valahogy tűzjátékkal. játékkal. Hát de gondolom nem olyan, amit ha... El eltaláltak, miközben lett lőve. Pazd meg, óvatosan, de az baj, ezekről te meg nem tehetsz, ugye? Már hogy ez, ez így, már, nem rajtad múlik, ugye? Jézusom. Iszonyat óvatosan. Ultra meg a Common duplavé! W? De várja, amúgy olyan hosszú a szövegem, hogy igazából, hogy este már nem volt energiám. Ö... Ö... Nem volt, nem, nem, volt, nem volt feltétlen energiám már este elolvasni. Azt a kurva, ezt szerinted felolvashatom? Ezt, fel, ezt felolvashatom így streambe? Vagy mutatni eset? Hát nem fogom. Ezt felolvashatom? Ugye az MC-nek lehet, hogy elég nagy közel lesz hozzá. Jó, na mindegy, most MC idő, tartam, eddig tart, hát egy másfél óra lenne az ideális nekem. Tudom, hogy az nem sok, meg általában, hogy a dupláját szoktuk nyomni, de lehet, hogy ezt fel kellene olvasnom, mert lehet, hogy nagy háp lenne itt a későbbiekben. Szóval! Ciao! Szóval itt az én kis személyes tutoriálom, hogy kevésbé legyen nagy kihívás, ilyen gyémántos advancement. Haladási sorrend, mivel több advancementhez is kell, így szerintem érdemes lesz előbb szerezned egy szilktácsos csákányt, és ezzel keresned a gyémántot. Főleg azért, mert van egy ilyen is, hogy minden érzből szerezz egy stacket. Ez nem spoiler, megnyílt neked, igen, ez így van. Ö és miután legalább a gyémántból meglett egy stack érc, csak utána szed ki őket, esetlegesen egy fortune os hogy hajtsd rá egy gyémánt blokkos részre. Ugyanezt a taktikát alkalmazhatod akár a többi ércnél is. Ez teljesen jó. Mi az a sok csillag? Oké. Gémánt keresés. Mi az a sok csillag? Mi a fasz? Hülye, Mit, mit írjátok a Ember. Na szóval. Gyémánt keresés. Mi a fasz csináltok? Gyémánt keresésnek kettő fontos dolgot érdemes, érdemes, tudni. Első, hogy minél lejjebb kell keresni, mivel egy ot a gyémántok úgy generálódnak, hogy minél lejjebb mész, annál gyakoribbak. Másik fontos dolog, hogy érdemes körbeásni és érceket, mert néha el vannak szeparálva egy-két blokktól, egymástól egy kupac. Itt van három legjobb metódus, hogy gyémántot találj. Valahol mínusz 58 körül, legjobb szerintem, és azzal a metódussal, amivel csátod eddig is. Igen, keresél bányát, sédert használva nézelősz gyémántért. Igen, leggyorsabb pedig, a csinálsz egy ami egy hosszú a robbanó szerkezet, ha gondolt keres rá, írtam, csak nagyon szenvedsz, Sze, majd kipróbáljuk azt is valószínűleg. Egy fokkal jobb felbontású kép az előzőhöz képest. Jó, akkor a terv az az lesz, hogy akkor szilktácsos csákányt fogunk csinálni, és akkor legalább tudunk, el tudunk kezdeni valami fasz dolgot. De amúgy ez egy jó taktika. Ez tetszik nekem. Ez tetszik nekem. Jó, le fognak vele állni. Figyelj, szoktak ennél rosszabb üzenetek lenni. Szívesen két percig elviselem. Srácok, ha leírjátok a Twitch a chatra, ki fogja csillagozni? Igen? Bazd meg! Nekem nem csillagozta ki! Ah, mindegy, hagyjuk. Szép. Nekem nem csillagozta ki. Kurva eget. Hát ezt beszoptam. Fél lehet, hogy csak a streamereknek nem, mert ez az ő csetje. De gondolom, engem nem szűr semmilyen fajta moderálás. Lehet, hogy titeket szűr. Ne, le ne, le ne írd, le írd. Tegnap volt ilyen valaki már úgy, úgy akart, hogy mutassa meg a 28-as -es karját esetben, hogy már felhasználó jelszavat írt. Amitom, hogy erősen nem lenne szabad látnom, de mindegy, engedd el. Engedd el. Na. Tehetjük lejjebb a kamerát. Zsír. Jó, hogy jók vagyunk? Na, most nem, nem indítok TikTok live-ot mellette egyébként, nem tervezek. Na, benyőn az 1000 plusz 1. Mehet, 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 mehet. Doki nem kap modot 1, 2, 3. Oké, okay, oké. Okay. Nem újdonság, hallod? Légy szíves. Azzal csúszok a széken. Idén kell szereznem egy Herman Milleres széket. De jó lenne. Ha használtan is, de szerzek. Olyan szépek azok a székek. Kell mindenképpen. Na. Hát akkor csináljuk azt. Akkor én benne vagyok, hogy kellene egy silk csákányt szerezni, viszont akkor falusiakból szerezzük ki. Szóval azt fogjuk csinálni, kell egy, kell egy, kell egy lectern, ugye az a munkásasztal. Az. Könyves polc, szlebek, oké. Okay. Valahogy, valahogy, meg, valahogy megoldjuk. Várjál. Kell, kell szleb. Nem tudom, abból kell négy darab, akkor ez így. Ja, hogy hatot csinál egy, akkor mindegy. Akkor lényegtelen. Az mit csinálok? Oké. Okay. Meg kell valahogy könyv, talán. Az, ja, könyves polc, várj egy kicsit. kell meg papír, azt hiszem. Esküszöm, megtalálom, nyugi. Igyekszem. Ura vagyok a helyzetnek. Nem értem, mit jelent, a, mit őszintén? Hát a halál, a, 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 kő az a, éppen, hogy a miningnek az achievementjét csináljuk itt. Illetve az utolsó, az pedig az összachievementnek a szarja. Ja. Az azt jelenti. Ja. Anya, a szitu igazából. Na várja. Jó. Faszol. Nagyon adom a napi Örülök, örülök. Bár annyira nagy történés... Annyira nagy történések még nincsenek benne, de igyekszem. már egy éve. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy még nem a legizgalmasabb az elején, de ez egy idővel úgyis jobban be fog indulni, érted? Most második napra most mit számít az ember, hogy megváltom a világot, érted? Tehát, ja. Máti, nagyon szépen köszönöm az egy éves szabodat! Három év múlva bögre. Nagyon szépen köszönöm. Üzköztünk újra. Egy éves támogatást, nagyon szépen köszönöm, és üdv a pégségbe. Köszi szépen. Köszi, köszi. Örülök, ha tetszik. Nem tudom, hogy eddig mi a helyzet. Baz, meg nem tudom, mi a helyzet eddig a napi kacsvasznál, de egy tíz perc után publikáltam, után feltöltöttem. De igyekszem, igyekszem. De miért írja valaki 3 per 366? Az csak a második nap. Vesztettem a kőpapíron lóba? Ne el. De azt senki nem meri leírni, hogy nyertem valaki ellen a kőpapíron Nem tudjátok, hogy miről beszélek. De kettő! Az meg az a második nap. Attól, hogy a harmadik videó az a második nap. Ne idegesíts. Ne idegesíts. Ja, a papír az nem itt van. Mindegy. Igyekszem, igyekszem, igyekszem egyébként. Fura magamat felvenni egyébként, nem azt mondom, de Igyekszem. Új, új dolog, ki kell mozdulnom a komfortzónámból, azt hiszem. Jó, nem volt több izé? Még egy kilencedik az jöhet. Ollót mutattál? Szép! Az maradhatom, hogy az a fasság, nem csak eszembe jutott. Eszembe jutott, hogy lehet-e lehet ilyet csinálni. Ö... Jó, pont három kell, ugye? Azt hiszem pont három darab kell. Lehet mindegyik részbe kőpapírolló? Hát, ha szeretnétek. Csak ne felejtsem el. Ne felejtsem el amúgy, aztán mehet. Szívem szerint szívesen. Vagy nyugodtan, vagy mit tudom én. Érted, mire gondolok. Ja, de volt nálam fa. Hülye Norbert. Jó, kaptam mellé kettőt. Zsír. Én azt szeretném, a szexelnél velem. Most mondjam, hogy mik a feltételek ehhez? Semmi. Semmi. Haram, haram! Haram, haram! Természetesen. Na jó van. Na jó van. Figyelj akkor, most a akkor egy pepecselős téma, kiszedjük a szilktácsot valakitől. Csak az baj, le kéne valahogy fednem azt a falusit. Mennyi? Mi az a három dolog alattam? a halál, hogy hányszor haltam meg eddig, a mining achievement, hogy megvan a 109-ből mennyi, illetve az össz ből mennyi van meg. Elsőre beadja? Hát én le akarom zárni az egyik falusét. Oda amúgy kurva jó lenne, így. Csak te nem az a falusi vagy, ami kell. Te buta arc. Valami falusi oda jön? Te úgy szabad vagy. Na valamelyik, helyes. Riptide. De menj már onnan légy szíves, a megöllek. Ingém. Persze ingém. Ne menj ki! Te szégyen teljes. Tökéletes, látod? Ennyit kecsáj. Ne! Ne, ne! Menj, légy szíves! Könyörögve kérlek, menj onnan! Könyörögve kérlek, menj onnan! Bazd meg. Nem bántom, mert még megöl a, izé, a vasgólem is. Nem ezt így akartam, bocsánat. Kérlek szépen menjen onnan. Hát ez kicsit ilyen szar megoldás, de a miénk. Jó, nem tudok semmit tenni. A munka kéne egy ilyet. Azaz, azt akartam. Most már nem fog kiszökni. Anita Max win. Na, így most már üthetem ki nyugodtan szerintetek? I guess. Na és akkor így kell kiszednem egy Silk touch Elmennél onnan légy, hogy kedves. Hát most ez ilyen csúnya meg... Haver. Neked itt nem osztottunk lapot? Mondom, neked itt nem osztottunk lapot? oldalára egy trapdort. Hát igazából most full lényegtelen. Csak ez kapja a munkát, nekem tök mindegy. Én nem őt vettem fel a másikat. Halló? Csá! Menj ma a picsába. El kéne őket zárni egyesével, de ott még nem tartok. Mindegy, amelyik megkapja, attól megveszem. Csak kéne... Kéne emeráldot hozni. Mert minimum egy könyvet csinálni még. Ja. Japán vagyok? Lehetnék amúgy. De nálam nem történt földrengés. Miért megkérdeznéd, de... Ja. Egyébként, ha japán lennék, szerinted magyarul gyártanék tartalmat? Hát bolond lennék, nem? Hát most 10 millió embernek csak tartalmat, vagy 140 milliónak? Legyen az akármennyi. Jó. Kell még emerald, azt hozok, mert szerintem azon van. Erről tudok menni? Ide már kellene egy rendes feljáró, mert így nem lesz soha. A hát, Drake kicsit be volt baszva. Anita Max Win. 100 dollár plusz donét. És a 100 dollár az nem donét? Jó hozzáállás. Az csak az alap beugró, nem? Szinkronér? Hát öö, mikor, hogy? Decemberi hónapban elfoglaltabb, több a reklám, tudod. Most azért már próbálok én is magyarul tanulni, tudod? Tanulni magyar. Skayokba, vagy besatcoltad? Hoppá. Mit is? Na várjál. Jó, 62 az biztos, hogy elég, hát ne idegesíts már. 62 darab az csak elég lesz. De nem? De nem? Gondolom. Gondolom, elég. feltételezem. De várj, közben számolok az agyamba. Szóval... 1830 30 odaírek, az 17... Szerintem, amúgy elég lesz, nem? Ezen agyalok, hogyha 18-30-kor... Hogyha 8-kor zár... Szerintem, még le tudok ma mozogni egyet. De ma is kapkodnom kell, mint az állat, de nem baj, legalább megyek. Nem akartam kihagyni, csak hát igen korai kelés hiányában az sajnos ez így elég szaruljon ki. Ja, mi volt könyvem a könyves polc miatt. Nézd el, tök mindegy. Mindegy, több jut máshova. Hende Tamás, köszönöm az egy egyfős rédet. Sötétedik, vagy mi? Ha. Vedd fel a munkát. Hende Tamás gót. De az már más is felveszi. Az már neki is kéne még egy munkát adni, mert így meg rá, rá fog izgulni a dolgokra. Uh -huh. Nem tudom, hogy Meki be. Terem, terem, terem. És azon a nyolcig van nyitva, ahol én járakoztam. Meg kéne oldani, mert megint későn keltem. Az jó lenne. Én tényleg nem akarok kihagyni. Amikor tudom is, hogy mit kell csinálnom kivételesen. Csak azt ilyen turbó mód kéne. Na jó. Az, hogy későn kelti, az egy napi katyvasz Hát, euh, ja. Igen. De veszhetjük annak is. Na várj, milyen munkaasztalt adjak annak a falusinak szerintetek? Ötletem sincs. Ja. Miattad lett 60 követőm? És az, és az miért is volt, hogy a modok nem tettek semmit ezzel? Amit fél szemmel láttam? Egy dolgot ez meg, máshol nem reklámozunk. Egyedül, egyedül, de az elején izé ilyen... Hát, ugye nyomtam. Azért így vág sok dolgot, meg egyik, hogy akar kezdni a személyedzésbe. Szóval azért volt jó tanulásom így tavaly még így két hónapos ilyen dologba. Szóval azért tudom, hogy mit, hogyan, meg miért csinálok szerencsére. Szóval nem ilyen ismeretlenül kezdtem ebbe bele. De tavaly is már nyomtam. Á, nem, az jó lenne, ha már a héten azért lenne egy normális bioritmusom. Ez tényleg. Vagy ha nem is feltétlen érted, elaludtatok én hajnali akárhánykor tök mindegy, csak ne legyen annyira kényelmes az ágy, hogy ne, 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 tehát hogy fel tudja kelni. Tehát engem most se érdekel, hogy mondjuk 6 óra alvással kicentizem, nekem az teljesen mindegy. De csak szóval annyira kényelmes az ágy, hogy nem, nem tudok, nem tudok egyszerűen így, így fél, fél kómába fel kómába kell, felkelni, Nem baj, ez majd változni fog úgy is. De már lassan tényleg az is jó földön alszom, tehát ha rajtom múlik be, az még, még, az is jó lesz. Esküszöm rajtam múlik, meg az is kényelmes lesz. Mindegy, leszarom, valamelyik falusi kapja meg, aztán majd odarakom, tök mindegy. Egyébként meg, amúgy meg lehetne annyi eszem, hogy mind a kettőt oda akkor nem mindegy. Érted? Na most ugyanott vagyok. És az, nincs akkor a helyem, várjál. Nincs akkor helyem szerintem. Az szóval attól visszakapja a munkáját, nyugi. És ide rakom. Lehet, hogy ez egy fokkal okosabb lenne, azt lerakom a kettő közé. Haver Idegesítő ébreszt, max hangerőm, felteszek De nekem is idegesítő a hangerőm Vagy a hangerőm, az enyém az igen, de hogy Az ébresztőm az nekem is Mondhatni Idegesítő de Mégse törődök vele Szóval Ötletem sincs a Bence, jó legyen Hogyha jobb oldalamra fekszek, akkor amúgy is tök mindegy, de nem tudom agyalok még rajta erősen, hogy hogy legyen. Elmennél onnan, légy szíves? Kicsit nagy a tömeg. Kicsit nagy a tömeg. Én esküszöm nem szeretném megütni. De most van Nem. Megoldom. Várj, pont jó helyen vagy. Megy már. a tökéletes helyen vagy. És a kettő közé teszem, akkor mi történik? mi történik, ha a kettő közé rakjuk? Az egyik kapja meg, vagy mind a kettő? Hát euh, igazából egyik se. Tök mindegy. Mindegy, jó ez így. Teljesen mindegy, jó ez így. Tudom, hogy már csak erre kell számítanom. Ez cső. Mindegy, meg lesz, meg lesz, meg lesz. A lényeg, hogy szilk, tehát csak találjunk. Gyengéd érintést. Az én gyengéd érintésemet keressük meg. Középső blokkra? Ide? Hát akkor 55 van, hogy kapja, nem? Tök mindegy, figyelj! Lerakom ide azt. Keressük ennél. Úgy csak ennél keresem egyszerre. Nincs akkor a szerencsém. Szóval Dávid. Cső mindenkinek, sziasztok. Szóval ja, lehet, hogy azért fog így menni fél hétig, mert akkor gyorsan berászolom, így a dolgaimat még a mai napra. Gondoltam nézek a héten mikrót de hát igen. Sietnem kellett bizonyos dolgaimmal. Mindegy, meg lesz. Meg, megoldjuk, megoldjuk. Figyelj, gyerek még az idő. Csak vannak korlátok. Most érted, este tízig lenne nyitva, hát hallod? Röhögve itt ülnék még. Esküszöm. Csak az baj, ez nem olyan nagy hely, meg nem is baj. Én pont azért szerettem, mert ilyen kis komfortos, meg úgyis van minden, ami kell. Tudom, hogy ténylegesen. Nem, én jártam már nagy, hely, nagy terembe, de nekem az nem volt szimpi. Kurva sokan vannak, várni kell egy csomót. Nem szeretem. Meg ez inkább ilyen fitnesses hely. Szeretem. Jobban, ink inkább megteszem azt a nagyobb távolságot értem, mint hogy most. Oh! Várja már! Nem fogtam fel, hogy ilyen hamar beadta. Anyukám. De jó fej. Ilyen mikrót, valami kis szart, ilyen kicsit, ami elfér a konyhába ha 20 ér találsz egy viszonylag tűrető márkát, akkor veszem. Tök mindegy. Nem az ár miatt volt, már nagyobb mikrom, de nem használtam ki. Szóval hogy kvázi fölösleges. Jó, az gyémántal kéne fejleszteni, Csakom, hogy csak egy szilvtárcsos csákányt. Mit szedjünk ki amúgy? Figyelj, a másikkal szedjünk ki egy Protection 4-et. Szedjünk ki egy Protection 4-et a másikkal. Lehet, hogy az még jól fog jönni, és akkor igazából meg vagyunk így az alapdolgokkal, ami kell. Samsung. Te egy 20-asért találsz nekem Samsungot? Már megyek is érte. Mitől legyen, ilyen Gorengye, vagy faszom tudja, a márka. Tök mindegy, ami nem ég le, ha begyújtom. Vagy bedugom az áramba. Tök mindegy igazából. Jó, akkor egy Prot4-et még keresünk. Ezt szóval akkor fullos, fullos a kezdésünk. Begyújtom? Bocs, 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 bocs. Bocs, bocs, az a szóval, szóval, igen. Nekem van egy kicsi ilyen izé, milyen félhetnékem, mert amikor még odaköltöztünk ahol most anyukám lakik, ott az, áram mindig lebaszta a mikrót, de csak a mikrót. És azért nem volt idég mikrónk, aztán nem is maradt mikró. Itt azért bírja a rendszer, nem azt mondom, mert azért mondom, hogy ilyen nagy szar volt itt. De full fölösleges tényleg. Nem kellene ilyen nagy szarok. Nem használom ki, tényleg semmi értelme. Csak tudod, ilyen, ilyen, kis könnyűség szempontjából. Ja. Szeretek aludni? Túlságosan. Túlságosan. Nem, nem, nem lenne szabad. Tudom kéne, hogy reggel vannak igenis kötelezettségem, amiket meg kell csinálnom. Túlságosan szeretek aludni. De tényleg? Mert az a baj, tudod, és azt lehet hogy jaj, hogy jó, neked van időd aludni. Nem, ez nem egy jó dolog. Mert, mint hogyha a stabilan, ha, érted, ha minimálisat meg tudod magad, magadnak oldani, az jó. De túl sokat se jó, hidd el. Én, 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 én ezt nem előnynek érzem, hanem hátránynak. Akkor kell kelnem, mint a nap. Azt lefutok 10 km, oda-vissza. Igazából ki nem szeret. Egyébként meg a Sharpness 4. Nem rossz. Na nekünk protection kell is kurva jó vagyunk, csak ne keressem egy órán keresztül. Kb. ennyi időt szenteljek rá, mint a Touch-ra.

fit. De nagyon be vagytok, ez a téli szünet miatt van? Ez a, téli szünet miatt van? Feltételezem. 17 literes, 700 kW, 20 ezer erős szállítás mikrót. Küld már el? Vagy néztünk ilyeneket, hogy volt 20-as csak nem akarok olyan nagyon márkátlant. Vagy az se baj, ha drágább, csak azért ilyen árva nézek, mert hogy gondolom méretbe kicsi. Nem tudom, szerintem minél drágább valami, annál ez nagyobb. Igaz, gondolom a mikróknál egészen biztos ez a helyzet. Amikor is kompakt szart, nekem az tökéletes. Ezt még talán is tudom hozni amúgy kézbe. Ez még úgy korrekt. Ezt héten tudok nézni akkor. Ja. Majd a kikkes pénzbe megvesszük, akarom mondani. Ez is picike? Na. Hát mondom, a, a múltkori az majdnem 20 kiló volt. 1300 wattot zabált. Az mindent is csinált, az meg csak melegíteni használtam, de az arra minden szarra Ez jó volt. Ez igazi kalás. Tehát... Anita Maxwin. Anita Maxwin. Anita Maxwin. Azaz. Te jó. Anita Maxwin. Köszi Kármit, köszi a negyedik hónapot. Nagyon köszönöm. Ütköztünk újra, nagyon szépen köszönöm. Üdv a pékségbe, köszi. Lassan el kéne kezdeni tervezni a pékség tematikát, csak majd Tigerre várok. Ő lesz az alaptervezőm, mert ezt két emberrel szeretném csinálni, meg már vágásra is, izé, ö, intézkedek embereket. És már kezdek így, kezdek így több dolgot levenni magamról, és nem azért, nem tudnám megcsinálni, hanem akkor legalább elkészül. Legalább elkészül. Azért. Szóval a támogatásaitok idén az javarész az nem csak az én támogatásomhoz fog csapódni. Vagyis igazából de, de hogy én nagyon szeretnék így több ö, projektet majd... Ö, mással is csináltatni, és szóval minden ilyen része az ilyen befektetése ennek lesz majd. Már így a tavalyi év végétől is elkezdődött ilyen kis side projekt, bár az annyira nem nevezhető így a csatornához, max csatorna promótálásához, bár az tényleg ilyen elen, el, 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 elenyésző mennyiség, de jaj, ja, ja, szóval hát kezdek így tervezgetni dolgokat. Meg ezt amúgy mindig szerettem volna, csak nagyon nehezen kezdtem ebbe bele, mert így a gondolat tudod, hogy valaki tud az én agyammal gondolkozni, és uh, ahogy rájöttem, tudnak, tudnak. Legyen egy elbaszott személyiséged, így, így humor szempontjából is tökéletes. Ennyi. Szóval, ja. He? Hát mondtad, hogy januártól majd, hogy izé. Hogy majd, hogy majd el tudjuk kezdeni ezt csodát. Az efficiency jó, 5 amúgy jó. De szerintem az van a csákányomon, nem? Nem, az nincs. De nem baj, a protection most fontosabb. Pontosabb a protection. Meghalok, de mehet? Hát de majd, ha ráérsz, majd, ha ráérsz. Nyugi, nyugi, nyugi. Majd, ha jobban leszel, lesz szabad időd erre. Nem lesz annyi munkád. Mondom, hát még én, 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 is még így kezdek a januárra ismerkedni, hogy Mizu. A candy? De azt néztük mi is, szerintem rugáson, nem? Szerintem azt néztük rugáson mi is. Home? Az nem, nem ég oda. <laughs> Az nem ég oda? Ez oh, nem ég oda? Ó, te jól néz ki! Te jól néz ki! Ez mennyire menő? Valakinek van ott a home mikrója esetleg? Ez kurva jól néz ki. Ez még így lenne is a konyhához. Ez kurva jó. Ez nagyon jó! Várj, ezt hadd mutassam meg. Hát ez baromi király. De a fekete mikró. ha ah, nekem tökre tetszik. Úgy néz ki, mint egy szép. Hallod, ez, te, ez tök király. Kis kompakt. Ez kurva jó. Ez jó. Ez kis kompakt. Kis cuki, azaz, azaz. Az. Hallod, tök jó találtál. Valakinek van, van, van home mikrója. Na mindegy, van rajta 77 értékelés 4,4 szavazattal. Vagy csillaggal. Amire kell jó. De jó találtál. Köszi szépen. De nem kell kiutnom. Amúgy hagyd már magam fölé egy szlebet, mert faszért googlek folyamat. Ez mennyire jó. Na szóval akkor kell egy protection 4, 4, 4 a max. Sok a mikrója? Na. Egy elolvasom. a, már az a tőzs, tő, izé, törzs vendég leszek. Szóval nincs olyan hónap, ne rendelnék onnan valamit. De milyen napom Ma szerda? Hát ez már mi jön ki a héten? Max, ha... Még talán péntekre. Talán még péntekre. Hogy ez a sok a mikrója? Hol lakik palotába? Még egy Silk Ezt nevezem. Ezt nevezem. Rendes jó. Milyen tűzi játékot fel? Semmiet, semmiet. Mi csak néztük a tűzi játékokat. Ah, oh, terveztem ilyen kis izét, ilyen kis, tudod, ilyen Mit tudom én, akár görög tűz, hogy tudod, hogy valamit így, így ilyen kis, hogy úristen, új év van, faszom, de nem volt végén idő, ugye én is 24-es eztem. Ugye, ugye Zolék is dolgoztak, még ugye 31-én is. Szóval nem nagyon volt terv. Kaját is letudtuk, mert lehetett még 30 én rendelni, azt berendelt, egy szokásos kajánkat. Azt ennyi igazából, de, de amúgy így volt minden, ami kellett teljesen light. most mondom, filmet néztünk, de már érted, azért közel így a 25-höz, azért mi annyira nem bulizgatunk, érted? Mert én amúgy se, alapvetően sem, de csak, csak így csillásban filmet néztünk, megnéztem a bújékot, én amúgy se láttam még. Ö, nem tudom, valaki látta a közületek, annyira nem rossz film egyébként, ahhoz képest, hogy magyar film. Most nem azért sémeljem, de de érdekes, amennyire kínos, annyira érdekes. Vannak benne csavarok, vannak, bele, vannak benne érdekességek, szóval azért, ja... Jó egyébként, ah, tényleg, én, én egy szolid 8 adok rá, amúgy 10-ből. Szolid 8 os abszolút. Va vannak benne, vannak benne csavarok. Va van benne egy nagyon jó, nagyon jó konklúzió is egyébként, az tökretelibe meg van mondva a végén. Tök, tök érdekes egyébként, főleg így a mai világba. Még a párbeszédek nekem kicsit kínosak, de gondolom azért, hogy hozza a kötelezőt. Volt benne olyan csavar, amire nem is számítottam, mi a fasz? Pedig én tényleg úgy nézek filmet, hogy folyamatosan odafigyelek, tehát nincs az, hogy mondjuk kimegyek addig a konyhába, vagy a fasz tudja. Nagyon jó, egyébként tényleg. Csapezba? Rossz a hajam, nem, nem annyira jó, mert már össze áll, már nem tudom mióta voltunk tajra a fodrásznál. Pont holnap megyek délután. Basz meg. Pont holnap megyek, akkor nem lesz rajtam. De egyre többen mondjátok, hogy nem állsz a sapka. Tegnap valaki írt, hogy totál Zsozé ad, nem terveztem Zsosé egyébként, nem azért van rajtam tényleg. De jaj, Most ha ja, ja. most mindegy, holnap mélyek, még fog Egyébként így, még december végén mentem volna, csak áttették az időpontomat. Szakállom is meg lesz csinálva, szóval remélem most már jó lesz. De holnap még délután. A szemtom, hogy lesz majd a stream. Előtte vagy utána? még Nem hinném, hogy nagyon délután előtt akarnátok streamet, meg gondolom lemaradtok róla. Mutatta, hogy nincs rajta bugyi. Nem, az nem volt plot. Nem, nekem más volt a plot, de nem akarok spoilerezni. A vége fele volt nekem a plot. Ja. Hát ez csak egy kínai, a kínaiba vettem, és akkor rá van írva, hogy sport. Tehát még semmi olyan. De nem, és mondom tényleg a hajam miatt. De ki nem áll szóval. Érted? Ennyi. Én mindig baszkodok a hajammal engem az idegesítő szintén. Én mindig így előre párt, nincs, ez mindig beletúrok a hajamba. Rossz szokást akarok róla szokni. Aztán, ja. Sport a legjobb márka? Hát innen látszik a sport. Hogyne. Bazzánk, ez már hanyadik sziak, tehát... Lesz ma bingo? Csinálhatunk, persze. Lesz időm. Lesz időm, lesz időm. Kaját most úgy csak csalam, mert főztem már tegnap. Maradt még a csilisbabból, azt megkajáljuk, amúgy nem lett rossz egyébként. Szóval most csak annyit kell hogy el kell mennem, el kell mennem mozogni majd stream után. Ha abba beleférek, akkor a mai napon már jó lesz. Lesz vacs Ha ha fél tizenegykor ugyanúgy. Nem tudom, hogy mennyire késői, de ezt azért csináljuk így, ugye, mert úgy kezdtük el nézni eredetileg, ugye, hogy műsor szerint, utána előre elkezdtük nézni. Szóval mehetne korábban is, de most már így beleszoktak az emberek. Amúgy mindig ott vagyunk annyian, amennyien szoktunk általában. De, ja. Rizses csilisbab? Hogyne. Csak most hagyma nélkül sajnos, mert nem volt hagymám. Minden ez magamnak kis kaja, de egyébként nagyon nem változott a dolgokon. De én nagyon szeretem hagymásnak a kajákat, szóval... Ha kell, ha kell belevágok be, kétszer több hagymát a kellett, én, én, magamnak csinálom egyébként is. Nagyon szeretem a hagymát, te. Rizses csilisbab? Én mondom, addig, addig, addig sémeli az ember a rizses csilisbabot, amíg nem kóstolta. De tényleg. Csilisbab csak is rizsre. Aj, de szeretlek titeket. De nem, amúgy tényleg. Meg hát egyszerűbb érte, is bebaszom a rizsfőzőbe. Vel, well, vel, well, vel, well, nem mondja semmit. Bebaszom a rizsfőzőbe. Aztán viszont látásra, érted? Ennyi az egész. Ját ja, max kenyerrel tunkolod, az is jó egyébként, de... Nincs olyan jó kenyerem itthon. Azt amúgy csak ilyen toast használ, vagy én toast kenyerem van. Az nem annyira jó kenyer, mint a rendes kenyér Az a helyzet. Dobd már be! Nem baj, meg, megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk. Elidőzünk, van időnk, nem? Vagyunk végig. Ö, jó, 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 figyelj. Látom közül, mit írt a Tiger. Abszolút ráért, tényleg, mondom. Amúgy is még egy csomó mindent le kell szerveznem, még így a hó közepéig legkésőbb. Aztán, ja. Előre elkezdett csilisbab, nyilván -e rajta sajtal. Nem ki ilyen előre elkészített kaját, Ö, amúgy se so sok idő egyébként. Max, hogy rotyogjon egy idő, de azért viszonylag hamar össze tudsz rakni egy csilis babot egyébként. Vagy nem tudom ti hogy se a csilis de hát én nem, nem tudom. Én, én, én ilyen kis tök egyszerűen magamnak. Nyilván marhadarált hús az kicsit drága egyébként, de rendelésekhez képest mindig olcsó, amúgy aláírom. Ö, hát a hagyma, ha lett volna, ugye hát mondom, ezt így magamnak csináltam, ne sem, hogy nem így kell izét csinálni, leszarom. Én izét csinál, izévet csináltam. Major Anna, ö... mi a másik? Érted? Major Anna, nem, nem jut a a másik fűszer, mindegy. Nem jut a mi a másik? Nem bazsalikon, faszom, te nem jut a Tudod, mint a bolonyaiba is teszel. Ö az azaz köszi. Oregánó, majoranna, só bors, meg fokhagyma por. Szeretem a fokhagymát, nagyon fokhagyma por. Ö, van ilyen izé, ilyen, ö, ilyen bab, ilyen bab, meg kukorica egybe kombó. Azt teszek bele. Ö, paradicsomszósz. Ennyi? Ennyi? Én, én csak egy ilyen egyszerű. Biztos, hogy meg lehet jobban is csinálni, de... Figyelj. És minek ennél többet? magamnak csináltam. Összerottyasztottam, aztán összekavartam a rizsel, azt csak... Nem tudom. Mi kell ezt extrában megcsinálni? Nem tudom. A sajtot azt általában nem, nem teszek kajára, nem annyira szeretem a sajtot. Ö, nem tudom. Mit, mit, tennél még bele? De majd megpróbálok majd ilyen kicsit ilyen izét. Megpróbálok majd egy kicsit ilyen extrább kajákat csinálni majd idén. Amilyen pepecselős. Akkor kicsit tudom jobban főzni. Tóti lehet valahogy ciprázni. Weboldalhoz rákoztunk külön kell tárhelyet bérni? Ah, ja, szoktunk, szoktunk. Hát én az oldalhoz zét bérlem a domaint, ugye, a tárhelyet, meg az elementort. Azt aki tudja, tudja micsoda. Még az, azt már, nem fizettem be, szóval most nem tudom. Az mondjuk viszonylag drága éves szinten, de... Minden úgy is visszajön az ára. Valami másra úgy is visszajön. Az oldalszerkesztéshez az kell az elementor, azt nagyon sokan használják, azt hiszem. izé, mondjad már, milyen az oldal így? Valaki tudja wordpress presses Az. Nem, 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 nem én csinálom, én csak fizetem hozzá a szarokat. Én csak fizetem hozzá a szarokat. Egy kis büzsé vállalkozás, tudod. Szakásnak készülök, jó, meló. Hát nekem a szakács szakmám van. Fontold át azért, hogy azt szeretnéd de. Tényleg, embereknek a, Nekem egyszer megmondta egy volt munkatársam, hogy... hogy hogy ezt csak akkor tudod jól csinálni, ha tisztában vagy vele, hogy életed végig az embereknek ételt fogsz készíteni és kiadni. Ezt, ezt akkor tudod igazán jól csinálni. Hogyha benned van ez a tudat, hogy te embereknek szeretnél és kell a lehető legjobb tudásod szerint ételt készíteni és tálalni. Ja. Tehát... Euh, én megmondtam, hogy lol, nem. Nem, 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 nem így, de... Ja. De ja, ja, ja. Van ingyenes verzió, de nem tudom, miért kellett a fizetős rész. Tesom csája, én maximálisan megbízok benne. Valószínűleg feltételezem, hogy kellett bizonyos dolgokhoz. Ő sem, ő sem fizettett ki velem fölöslegesen dolgokat, hanem muszáj. Sőt. Szeretni kell abszolút, tényleg. Ezt csak úgy lehet csinálni, ezt én is azért a jó pár év alatt, amíg ebben benne voltam, azért úgy, úgy láttam is, meg stb., hogy ha nincs meg benned, de szerintem akármilyen szakmára igaz, ha nincs meg benned az elhivatottság, hogy te ezt tényleg csinálni akarod, akkor nem fogod tudni úgy csinálni, hogy te tényleg főzni akarsz, és tényleg embereknek akarod azt, azt amit te kiadsz, az a te műved, mint egy művészet. Ha azt, ha azt úgy nem tudod megcsinálni, akkor nem fogod tudni úgy, úgy csinálni azt a szakmát. Ehhez, ehhez tényleg kell egy elhivatottság. Mert azt mondom, hogy most random azért mész szakásnak, mert oda tudtak csak felvenni, mint például én, akkor nem fogod tudni úgy csinálni. Persze. Jó vagyok, tesó, hát persze, hát. Testvéred mindig testvéred marad, jóba, rosszba. Ez olyan, mint a szülők. Nincs olyan, hogy rosszba vagy bele, vagy mit tudom én. Meg kell beszélni. Meg kell beszélni. Nincs olyan, hogy izé. Rosszba vagytok a izé. Faszom, nem. Meg kell beszélni. Egyvér vér vagytok, bazd meg. Már érted? Abszolút. Mi mindig civakodtunk egymással a tesómmal, érted? De csak addig, amíg együtt laktunk. Mert persze, egy légtérbe vagytok idegesít, a másik tököm tudja. De amióta külön élünk, azért hamarabb költözött el, mint én. Nem tudom, ő azért így jóval korábban. Nagyon jóba vagyunk, tényleg. A ami jó, amióta így nem egymás légterébe vagyunk, akkor azóta tudom mondani, hogy iszonyatosan jó a kapcsolatunk, de tényleg. De szerintem mindenkinél igaz, ilyen szempontból. Meg hát mindenkivel, szóval nincs, nincs, sen, nincs senki, van, akivel rosszba lennék. Max Bittor, hogy nem tart XY-nal a kapcsolatot, érted? De hogy az meg egy semleges állapot. Inkább legyen semlegesbe valakivel, mint rosszba. Ja. Te só, most egészségügybe dolgozik jelenleg. De volt már rádiós, volt már minden. egyszer kellett önéletrajzizét kérnem tőle, mert hogy leadattam neki valahova hát én rendes néztem, mondom, bazeg, te ennyi mindent csináltál, és bazeg, csak két évvel se idősebb, mint én, érted? De hogy így bazeg, ekkora kötek, hogy mi mennyi, mi mennyi, mindent csinált már. Mondom, azt a kurva, mondom, hülye téged, akárhova felvesznek. De tényleg, ez, akárhova bebassza az életrajzet, szerintem akárhova felveszik. Ahova az alapok megvannak, de tényleg. Az meg. Mennyi dolgot csináltam? Na ez az. Én sok mindent nem tudok írni az ön életrajzomhoz. Hogy <laughs> vagyunk, vagyunk, Bazek. Na igen. Na igen, hát én nem sok mindent tudok írni. A streamelés valószínűleg nem beleírható tényező. De valószínűleg nekem egy ilyen dologra egy jó ideig még nem lesz szükségem. Most vagy jó ez, vagy rossz. Hát most figyelj. Szakmámból adódóan, szakmámba bármikor tudok kezdeni, akárhol köböl. Érted? Most egy streamelést, nem tudom. Igazából ez papíron amúgy vállalkozás, szóval... De szerintem beleírni nagyon nem lehet semmibe. Én azt gondolom, hogy valaki, ha valaki el tud kezdeni egy ilyet, az igazából bárhol meg tudja állni a helyét, hogyha mondjuk egyénileg el kell valamit kezdenie. Én ezt hiszem és vallom. Tehát, hogyha megvan egy mindseted valamire, akkor azt magaddal tudod vinni akárhova. De tényleg, tehát ez, ez, ez tudom, kicsit ilyen izé, de de tényleg. Én is úgy állok ehhez hozzá, hogy én ezt az alapot akarom megteremteni arra, hogy a későbbiekben bármire is jó legyen ez. Nem katás vagyok, már nem katás. Ha már nem lehetek az, de ja. Ja, ja, ja. Ja, full time, full time, full time. Most lesz májusban 5 éve. Ja. De már általányadózó vagyok amúgy. És már át kellett állni. De ja, ja, ja. Esziát kell fizettem nyártól. Na, de amúgy most is kellett decemberbe sajnos, de az lényegtelen. Na mindegy, szója. Szóval, öt 5 éve lesz májusban full time. Már azóta mérem full time, hogy mióta megvan így az egyéni szar hozzá. De igazából tök mindegy, mert utána pár hónap után amúgy is izé, amúgy is már intéznem kellett a dolgaimat. Adózni kell az, azért, hogy streamer lehess? Persze, hát ez úgy hogy bevételnek számít. Hogyne, hogyne, ne. Van fasz a pecséted? Jó, hát azért nem. Könyvelőnek biztos. Nem, hát figyelj, internetből származó bevétel. Sajnos el kell járni ezzel. Ha most belegondolsz, logikusan, mert... Érted? Tehát ha azt nézzük, valahogy, 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 utána kell járni annak, hogyha te bevételt szerzel, akkor az mégis miből? Aha, jaj, 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 ja. Hát muszáj, én nem értek ezekhez, meg azért inkább intézel egy ilyet, mint hogy ö, magadnak járja ezzel, aztán elkúrod az egészet, érted? Hát ja, de fél, ez, egy, ez, ez, ez tényleg, tehát a, az adó százalékuk is és azt a 33 is felett intézem, mint akárki. 33 és fél? Ja, Szóval mondom, ez, ez, ez ugyanaz gyakorlatilag, tényleg. Technikailag nulla különbség. Annyi, hogy több jöhet belőle. Meg többet többet is adózhatsz el. Szóval, jaj, jaj. Kicsit jobban oda kéne tennem magam azt akkor. Én is jobban érezném a munka súlyát. <laughs> egyébként. Mert most úgy vagyok vele, hogy túl sokat kapok tőletek ahhoz, amennyit csinálok. De ez már évek óta így van. Ez már évek óta így van egyébként, de minden idei évet azt szeretném majd jobban. Ne, hát ö, sok mindenből összeáll, most én nem is tudnám neked össze számolni, nem tudom hány income, hogy szokták ezt mondani, nem tudom, 7-8? Oh, igen, azért már az évek alatt már egy összejött pár dologból, 7-8 különböző inkam azt hiszem, talán már 9 is van. Ja, hát de nyilván az évek alatt azért, nyilván úgymond egy portfóliót ezt így tud már magának az ember mutatni. Ö, tehát, tehát jaj, jaj. Tehát mindegyik után el kell járni, tehát nincs mese. Ennyi, ő igazából. Megérdemlek mindent. Jó, de azért meg szeretnék jobban dolgozni, tudod? Szeretnék jobban dolgozni, azt mondják, hogy na ezért megéri, bazd meg. Na mindegy, de idén majd lesz erre lehetőség, tudod. Milyen könyvet keresek? A... Uh, uh, prot 4, Prot 4, Prot 4. Bocs, hogy most ezt csináljuk, de közben tudunk dumálni. Ja. Mondjuk fasza lenne, ha még így a mai nap megtalálnám. Szia, Vikcsú újra. Főző stream. Oh, simán mehet hó végén, ha lesz 12-es. Simán mehet egyébként. Na mindegy, szóval, ja, ennyi. Most így elkezdtem gondolkozni, mik azok, az, mik azok a helyek, honnan jönnek, de... Igazából tök lényegtelen erről beszélnem, mert... Már én, én amúgy úgy lennék vele, én tök szóval elmondanám, miből mennyi meg ilyenek. Néha a Youtube-ot el szoktam mondani, mert így, így volt egy pár ember, aki kíváncsi erre. Ugye, aktívabban elkezdtem YouTube-ozni, hogy ez így mennyire éri meg, meg hogy jönnek a dolgok. Ugye az, 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 nincsen szerződéshez kötve, tehát azt elmondhatod bármikor kvázi, ahhoz nincsen titoktartási. De meglepően durva a YouTube egyébként. Tehát az meg volt, amikor felraktam egy videót, mondom, hogy hozott egy egész havi Twitch, mondom, mi a fasz. És akkor a Twitch volt kevés, vagy a izé volt sok, mondom, mi a fasz. Nem, nem streamenek, mit dolgoznék szívesen. Amit hoz az élet. Fé, abszolút egyszerű családból származom, nálunk, nálunk mindig az volt az első, legyen egy stabil munkád. Sose volt az, hogy ezt az egyetemet nyomd végig, meg ilyenek. nem, nem sémelem azt, aki egyetemezik, abszolút. Nem, nem, nem hiszek ebből, hogy száj mert mit tudom én. Mert el kell tartani valakit, el kell tartani magadat, el kell tartani a családodat, stb. Szóval nem hiszek ebbe, hogy izé, hogy izé, stb. stb. nem tudom, amit hozna az élet, figyelj, ha nem Tehát nekem ez úgy volt annó, Lennék pornósztár? Biztos, hogy nem. Nekem ne, inye, nekem, nekem ne szúrja senki a pöcsömet, miután nem áll fel a 40. után naponta. Ö, mit akartam mondani? Ö, 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 mit akartam mondani? Ja, tehát nálam úgy volt az egész sztori egyébként is, ugye érettségiztem szakma után. Éppen végeztem az érettségivel, még 19 májusában mondtam anyámnak, szia anyukám, itt az érettségim. Tessék, megmutattam, mondom, itt az érettségi, közben fogtam, Mondtam neki, közben intéztem egy egyéni vállalkozást, mert ugye kell majd a streamelés, az hogy jön valami, mondtam neki, figyelj, ott volt május, mondom év végéig 110%-ot beladok a streamelésbe, ha össze tud belőle jönni egy munka, akkor összejön, ha nem jön össze, akkor vissza dolgozni a szakásnak. Azt mondta, oké, okay, hajrá. Három hónap nem telt el, 10 annyian lettetek. Tehát ö, ennyi a sztori, ezt szóval azóta itt vagyok. Ennyi, semmi extra azt mondta, látta ő is benne a potenciált, látta benne, hogy élvezem, az meg szerintem tök jó egy szülőnek, szerintem ha élvezi azt, amit csinál a gyereke, ha az biztonságos keretek között van. Ennyi, de más, az meg öt éve. Ezt miért mennyire telik az idő egyébként. De, de kurva nehéz volt. Hát jó, a kata miatt nem volt nehéz, meg nyilván akkor még otthon éltem, szóval annyira, hát segítettem anyámnak ugye izé, a lakbért, meg éneket nyilván a magam részét állni akkor volt nehéz, amikor ide költöztem. Mert akkor úgy voltam, hogy megváltom a világot azzal, amin van, aztán rájöttem, hogy az meg maradt egy ezre sem, az zacskós levestettem hó végén. De ez a szégyen, az meg mindenki belesik ebbe. Tehát... Ö, mindegy, ilyen, ilyenkor, ilyenkor csak van egy fiatal, aki sokat hisz, aztán azt hiszi, hogy mindent meg tud csinálni. Ja, mi vagyok, aha. Ne, nincs, nincs saját ingatlan örökölni, se fogok tudni, meg semmi. El kell érni, magad érdel. Ennyi. El kell érni magad érdel. Nehéz, de meg lesz. Egyszer biztos, meg lesz, figyelj. Ha meg nem, akkor meg. Az meg a lényeg, hogy meglegyél. Én én nem szoktam ezekből beleértett, a saját izé faszom tudja, de ahhoz képest egyébként meg. Érted? És nyilván nem akarok ilyen különbségeket, meg szituációkat, de... de azért így az, aki itt van tényleg a kezdetek óta, az pontosan tudja, hogy honnan jöttem, hol vagyok. Nyilván nem egy nagyon ilyen izé, de sok is és nem hiszem el. Tehát ezért akarok többet beletenni nagyon sok mindenbe, hogy így fasza legyen minden. Tehát persze. Hát a izé, mondjuk én nagyon szeretem ezt a magyar, nagyon, nagyon szeretem magyar állam döntéseit néha egyébként, zárójában nem. Soha nem fog megérteni ezt az általányra való átállást, meg ilyeneket, én mindegy, alkalmazkodni kellett, ez tavaly volt, ugye? Tavaly volt? Vagy még Két éve mit tudom én már Ezt nyáron benyugték hogy hát bocsakatás vállalkozást azt fogják azt akkor módosítanak egy nagyon szépet és és akkor neked egy hónapot van átállni erre ami magyarul azt jelenti akkor most adózzál dupla ennyit innentől tehát nyilván nehezebb meg azért voltak például tavaly ugyanilyenkor volt nehezebb döntés valamit megfeleztek nálam ami nem volt fasza. azt kiharcoltam hogy visszajöjjön. Aztán ennyi. Mert akkor még nem volt B opcióm, most már nagyon sok mindenre van B opcióm. Szóval most, most már mindig úgy vagyok, hogy felkészülök az esetleges rosszra, és tudom, hogy mivel tudom azt korrigálni, hogy jó legyen. Nekem havi 50-et kell tenni, 40 volt a bevételed? Na igen. Igen. Itt is most valami úgy van talán, hogy annyit kell menni a bevételed, ugye x százaléka a dolgoknak, meg hogyha nem is, nem is hozott neked semmit az adott hónap, akkor is azt hiszem minimum valami 60 ezret kell. Talán. Az is valami minimum költséggel jár. Vár, megye? Leszarom. De nem, nem, tök mindegy. Éljünk a középkorba. Nem mindegy. Ja. Hát persze, én is azt mondom, érted, hogy van a, van, a, van a pénz, van a sok pénz, meg van az a kurva sok pénz, amit én nem tudok magam előtt elképzelni. De már lassan a kurva sokat sem. Érted, tehát, hogy... Nincs, nincs olyan, hogy, hogy, kevés és sok. Mert a sok állapota az nem hozza meg azt a sokat, ami egyébként jó lenne ahhoz, hogy tudjál magadnak szerezni akár egy saját lakást. Az, az nem sok, az kurva sok. Az, az számomra egy elképzelhetetlen mennyiség. Protection 4-et keresek, de nem szeretné beadni. Ja. Új vagyok itt, ez vanilla, vagy valamilyen szerveren? Ö, teljesen vanilla. Mint mindjárt mondom, teljesen vanilla, single player pálya, és annyi a lényeg, hogy ez egy ezer achievementes kihívás, szóval itt látod az achievementeket, meg ilyenek, az a lényeg, hogy ezt végig szeretném csinálni, jelenleg a miningnál vagyok, szóval a kamera alatt azért van ott egy kőikon, annyit csináltam a mining részből, és ezt megcsináltam, mi a következő, 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 és az alsó pedig az össz achievementnek, mert 1100 achievement van benne, a maximális, amit eddig elértem, és ha jól látom, ezt át is kéne írnom, várja. Hol van? 180-ra? 180-ra. Nagyon jó. Zsír. Protection 4-et, protection 4-et Én teljesen vanilla Minecraft párti vagyok őszintén Szeretlek, én is szeretlek titeket Én köszönöm, hogy itt vagytok napi szinten, tényleg én, tényleg, tényleg abszolút Én mindig, mindig, mindig szeretek ide járni Kívül amikor nekem van kevésbé kedvem így, így internet előtt lenni, de most már igyekszem kevésbé olyan állapotomba lenni, és igyekszem, igyekszem tényleg mindig arra fókuszálni, hogy ti nagyon szíves itt vagytok, miattam, akkor én szívesen legyek itt, értetek? Aztán, ja, ennyi, ennyi, ennyi. Bár szerintem az utóbbi pár hétban, viszont már kurva jó minden, én én azt érzem. Teljesen fasz a minden, abszolút self van egyébként, sokan el se hiszik, hogy hogy a faszomba. Tényleg, igyekszem, igyekszem. két költözést. Kettőt. Tehát az egyikből a másikból a kettő. Szerencsém van, mert nem nevemhez ház, de abból fogok tudni jönni egyből. Micsoda? Van neveden ház, azt iszonyatosan becsüld meg. Tényleg. Én én, nem, én, én, fel tudnám fogni, az milyen lenne. Egyszer lenne bennem a jó érzés, hogy akkor be vagyok biztosítva, és egyszer lenne bennem az a rossz érzés, hogy. 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 Hogy lehet, hogy nem fogom tudni érezni a súlyát, hogy az mégis mennyire, mennyire nehéz volt ahhoz hozzájutni, vagy mennyire, mennyire, mennyire nagy érték az az egész. Nem tudom, én, én nem, nem tudnék belegondolni úgy. De egyébként ö, beszéltem már pár emberrel, aki hasonló helyzetben van, és megmondták ez és semmivel nem könnyebb helyzet, ö, olyan, olyan szempontból, hogy rengeteg ember lesz az, aki ezt ki akarja használni és hogy, és hogy ezt így megtartsd, úgymond magadnak. És ne legyen belőle szar helyzeted, maximálisan egyet értek ezzel is egyébként. Ja. <laughs> Happy birthday. belétek is. Ja. logged out. Ja. A következő 20 évbe a következő 20 évben éljek. Vágod? Mit tudom én? Már attól félek, mi lesz velem 5 éven belül, nem hogy még 10 vagy 20. Hát jó lenne, jó lenne több minden az életemben, nyilván most már így, hogy lassan 25 vagyok, kellene már kicsit rassolni az életemet. Mint amikor fiatal korodban nem tudod elképzelni azt, hogy az emberek, mit tudom én, idősebb korukban egyről a kettőre mennek azonnal. Én meg most már kezdek arra rájönni, hogy ez azért van, mert egyszerűen nem, nem csináltad azt, hogy te most egy évig tesztelsz valakivel valamit. Mert már egyre jobban telik az idővágod. Most már nem csináltad azt, hogy teszteled valakivel egy évig, hogy mizó. És akkor majd össze fogja jönni. Nem bazd meg, bele azt nem mondom, hogy egyből bele kell vágni a közepébe. De hogy már az emberek ezt egyre jobban nyomják. Mert hogyha, ha, érted, most minek vársz el egy évet, hogyha egy év múlva tudod, hogy nem tudtok meglenni egy légtérbe, akkor meg amúgy is ott bassza az egész, nem? Nem tudom. Próbálok sietni egy kicsit, de nem kényszeresen sietni a dolgokkal. Tehát azért, azért öt éven belül már azért szeretném azt, amit nem tudom, én családcentrikus ember vagyok például nagyon, én, én, az, én azért szeretném magamat is úgy fejleszteni, hogy azzal együtt másra is tudjak haladni az életbe. Hát az a streamelés marad-e, meg ilyenek? Jaj, tudja fasz. Maradjon, maradjon, de úgy, hogy azzal én is érzem, hogy fejlődök. Azt mondja, hogy egy hét után puja, érted, de most érted. Ha most hoz majd egy olyan embert az életembe, hogy izé, hogy majd közel van helyleg, érted? Ez nem kell össze-vissza utazgatni, bár eddig minden alkalommal ez volt. És, és, tényleg mondjuk ez megtörténik, akkor, akkor én most, akkor most mit, 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 mit várjunk a helyzettel, érted? Érted? Szóval így közel a 25-höz, azért ez már teljesen más szerintem. És nem azt mondom, hogy full öreg vagyok, vagy bármi, de azért már az ember úgy kicsit szeretne haladni dolgokba. Mert én például stagnálni úgymond nem szeretnék így a mindennapi tevékenységembe. Ezért is szerettem ma egy kicsit azt tudod, hogy, hogy ebbe, ebbe, az évben, kicsit ne az legyen, hogy egész nap csak ülök és streamelek, mert én mondtam is, hogy én nagyon szívesen csinálnám ezt öt évig, de az, hogy csak így csinálom öt évig, az biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez is tudok most több mindenről beszélni, mert történnek más dolgok is így a mindennapokban velem, tudod. Azt ennyi. Most megismerek valakit, akkor két évet is ismerkedek utána, vagy kb. van öt évem szülni, házasodni? Ezt mondom, hogy azért az ember már ráeszmél erre egy idő után. Diós vagy Mákos? Hát most már nem aktuális, de amúgy Diós. Decemberig nem lehet bajom a Mákosokkal. Meg izé, majd inaktiválnom kell az emótokat. <laughs> Szép kutya. Mondjuk jó, jó, jó házi kutyánál a izét, a Golden Retriever. Kis panel panellakásban meg tudjátok, a tökéletes kutyakombóm. Jaj, ez ki volt mi a fasz? Előző üzidet? Azonnal nézem. És közben úgy megy minden, tudod, hogy... Micsoda? Holnap 7-10-kor indulok keletiből Csabára, kb. 10-re vagyok lent. Hát de most oda-vissza, oda-vissza, izé, vonatozol, nem? 7-10-kor szerintem még a másik oldalamra fekszem. És remélem 8-kor már kikelek. Rottweilered? És melyik hirtelen nem vagyok valami hogy kutya felismerő. Szerintem megvan. Jesszus! Hát ez leharapja mindenkinek a fejét. Már az ismeretleneknek. Aranyos kutya amúgy. Tacskó csak nagy, hát egy fokkal. Ugye nyolccal. Bazdnek, add már be ezt a retkes könyvet, légy szíves. Hát minden könyvre ugyanannyi az esély. De tényleg, még nincs is az, hogy valamire kevesebb az esély, mert nagyobb szintű vagy valami. Ne tedd velem. Cső, szia Binci. Most ott ottam le a -ot is, és csak is a Kartos miatt, bár Kartos is egy párat hát ismertem meg. A, a! köszi szépen, de kedves vagy. Honnan, TikTok? Egyébként egyre több az új ember megint. Ez nem tudom most minek köszönhető, de nagyon köszönöm egyébként. Köszönöm szépen. Mennyi ideje megy a grind? Túl sok. Túl sok, túl sok. Túl sok az a baj. TikToknak? Valószínűleg amúgy igen. Nem baj, nyomni kell a TikTokokat, nyomni kell, nyomni kell. Én is csinálom egyébként a magam kis dolgát. Rakják ki rólam a végtelen videókat. Mi a volt a szilveszter? Csilles, pihenős. Csilles, pihenős. Abszolút. Most már az lesz csoda, hogyha nem alszok el, ki, szilveszter éjfélkor. Non-stop reklámozlak? A! Ah, és nem kértek el ezért tőlem pénzt. De jó kis izé. Önkéntesek vagytok. Hát jó, de hát nem tudom úgy. Tudod, mostában teljesen más így, hogy mit szokás csinálni egyébként ilyen élőadásokban, szóval nem tudom, én abszolút ilyen, nem olyan akarom magamat értékelni. Nem biztos, hogy jó ötlet. Meghagyom nektek. Meghagyom nektek. Itt, itt minden is van. Nem tudom. Igyekszem, igyekszem. Bújék, amúgy itt még nem köszöntem. Bújék, bújék. De hova bújnék? Bújék. Add már be. Fegyvereztünk kis fiával. Bármit ilyen nerf puska? Remélem. Szép. Hát mondom, itt is lájtos volt. Én nem, nem is tudnám elképzelni, tudod, hogy tudod, ilyen nagy izé. Most amit tudnék fejek rajta. Egyre öregebbek leszünk, jó hé? meg. Most. <laughs> Szép. Mi számít újnak két-három év, sok vagy nem? Már hogy néző? Hát figyelj, én, én azt mondom amúgy, hogy szerintem az utóbbi nem akarok hülyeséget mondani, az utóbbi két hónapban nagyon... Ö... nem tudom, ezt már mondtam korábban, de utóbbi két-három hónapban nagyon durva lett a közösségi összetartás. Én nem is értem miért. Tettem valami olyat? Nem mond semmit. Tettem valami olyat? Nagyon. Nagyon. Érdekes. Számomra, számomra, is érdekes módon. Én örülök neki egyébként, nem azt mondom. Csak ezt majd valahogy jobban, jobban majd meg kell állálnom. De nagyon. De volt ilyen időszak a 23-as évben, ott közepe 3 4 délnél, amikor úgy, úgy éreztem, hogy hát én itt egy ilyen másodhegedűs csatorna vagyok, amit soha nem értettem, és végtelenül szarul esett. Érted? És azt akarom vágod, hogy aki meg látja, hogy stream van, az meg azért van itt, mert szeretne itt lenni. Én nem akarok olyan embereket, mármint, hogy ért... nem azt, hogy nem akarok, mert érted, hogy persze, biztos van olyan, aki néz, de hogyha más is stream, akkor máshol megy, csak én vá... városzóban én nem akarok lenni, mert minek? Totál fölöslegesnek tartom. Aki nem tudja ki a Dezső, az új. Ó, megismertetjük majd Dezső. A. Cukor. Ott van Jákob Zoli. Dá. És Natinak adja a rózsát, bazd meg. Szép. Bögrékkel meg tudnám? Igen? Ugye, na emiatt ne aggódj. Emiatt egy percig ne aggódj. Tűzhaj... jó reggpiros hajam. Ezt most lehet nem állna annyira szarul, de nem tervezem befesteni. Youtube-ról? Ja, a Youtube kontenteket is jobban meg kell tolni, mert azt is nézitek, mint állat. Szóval még, most már nincs is az, hogy mondjuk azért lenne kevésbé Youtube, mert azt látom, hogy nincs rá igény. Tehát Van rá Van rá Dezső Hát ő rajzolt macska volt Ő rajzolt macska volt De van még tervem vele, hogy mit akarok Na nem, nem, nem Figyelj uh, Én erről már beszéltem korábban basz nem fogja ezt a szart adni, hogy Edd meg Akkor se nem Addig, amíg nem dobja be Tehát uh, Mit akartam mondani? Ja, igen. Tehát nekem tényleg nem volt baj a piros hajjal. Az volt a baj, ugye, hogy egybe, lett, egybe volt kötve az időszakkal, amikor a legigénytelenebbül néztem ki. Sajnos, ezt alá kell írni. De hogy mit tudom én, ilyen atrocitás nem ért, nem ért engem mondjuk az utcán, semmi ilyesmi, az interneten talán, és nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, már akkori aktív nézőimtől, de lehet, hogy mostani aktív nézőim is, hogy nem tartottak szimpinek, amik piros hajam volt, és miután már nem volt az, jobban megnéztek engem, és azt mondták, hogy mégis szimpi vagyok. És mondhatnád azt, hogy az ilyen emberek nem számítanak, de számítanak. Számítanak. Azért számítanak, mert a világban egy kurva nagy előítélet van. Nyilván védelmi szempontból, megítélés szempontjából... És azért te sem mész olyan helyre, ahol mondjuk az egyik oldalt látod azt, hogy ott biztonságos a hely, ott viszont meg nem biztonságos, mondjuk X emberek miatt. És az is egyfajta előítélet, hogy oda nem mész bizonyos dolgok miatt. Érted? És euh, én nem, nem, nem azért, nem azért visszaváltom, mert mit tudom én, én meg akartam felelni az embereknek esély, tehát nem, nem ezért. De ha egyszerűen még a mai világban az van, hogy hátrányod lesz egy bizonyos, dolog miatt, amit te csináltál, és előítéletesek veled az emberek, akkor, akkor ha azt látsz, hogy utána pozitívabb a helyzet, akkor, akkor annak úgy kell maradnia. Már hogy ezt legalábbis az én esetem így a hajszínnel. Én nem azt mondom, hogy ez mindenre igaz, abszolút. Csak én nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, hogy nem voltam színpipiros hajja. Pedig az csak egy kibaszott hajszín volt az, hogy ahhoz társult az, hogy úgy néztem ki, mint egy szardarab, vagy, 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 ordinári szar volt a tartalom, vagy full idegesítő volt valami tényező, érted? Vagy esetleg én magam. Az már lehet más, de az viszont meg az csak ahhoz az időszakhoz társult, érted? Az csak ahhoz az időszakhoz társult, az teljesen más. Mit lehet rólam tudni? Túl sok ide csinálom, itt vagyok, de minek? Nem, nem tudom, leírásból volt, megtalálsz mindent. Norbi vagyok, cső, 24 csak mindenféle tartalmat, megtal ta meg vagyok, megtalálsz mindenhol, kartasz.hu ot megtalálsz mindent, streamelek, van egy pégségünk, közösség, nem tudom, van Youtube-on is videó, hogy ki a faszom az a kartasz, az is egy 5 percből össze van minden foglalva, csomó csatornával, meg ilyenek, nem tudom. Fijel, ha új vagy valahonnan, már megtaláltál. Tehát, hogy e ebbe egészen biztos vagyok. Ebbe egészen biztos vagyok. Jelenleg egy kicseszett könyvet keresek egy pixeles játékba amit nem találok. De jó lenne megtalálnom. Túl jó lenne megtalálni, csak nem szeretné bedobni. 1,6 százalék, bár ezzel sokat nem mondok új embernek. A szondott csiki. Lehet. Lehet. Ö, irracionális mémeink vannak egyébként, amit elsőnek nem értesz meg, de utána, vele, utána a csettel együtt kántálod mint mondjuk az 1,6% mennyi a Q-faluba modott Dokinak és társai. Tudod, hasonlók. A szilktácsod, de ez már a prot négy keresés. Ja. Legkitartó, ja igen. És éden, stb. Köszi, köszi. Igyekszem. De nem csak én, ti velem együtt. Bár oh, rohad a kezem, hallod. Ütöm ki, ütöm vissza, ütöm ki, ütöm vissza. Mondom, minden egyes könyvre ugyanannyinak kellene lenni az esélynek. Ez, ez, ez papírban van foglalva. Mi az MC karakterem? Ilyenni. Ezt még csinálták nekem annó. Majd napig megvan. Szeretem az Édent. Én megnézem veletek. Aztán mondom, hogy nem sorvad az agyam néha, amikor hőbörögnek mondjuk 6 percen keresztül is igazából ezt két mondatból össze lehetne foglalni, meg ö, azt sem tudják már, hogy miről beszélnek, meg elfelejtik a szöveget, amit csak improzni kell, tehát ö, igen, azért, azért vannak. Vannak benne dolgok, nem azt mondom. Cuki pofa? Hát ezt csinálták, mai napig megvan. Jó fej, jó fej. Nem aztán... Nem szeretem. Hát egyébként ez a vacsparti ez először a izé miatt kezdődött, a nagy miatt. Már a szereplők velünk együtt nézték vissza. Nem is tudom, már négyen, öten. Tehát ott a nagy ővel kezdődött, a szenzációs volt, aztán néztük a gazdát, az annyira nem jött át. Mit kezdtünk el nézni? Az árulókat, az mondjuk egész jó. Innen várom, hogy majd felvegyenek a harmadik évadba, vagy a másodikba. Jó lenne, szóval tegétek szét az RTL-t. Hogyha Zsomasz bekerült, mint videós, meg olyan emberek vannak, akikről azt tudom, hogy ki, mert írt egy könyvet valaha, akkor én is bekerülhetek. Az ismernek az emberek social médiákról. Annyian én nem, de... Figyelj, voltam már mindenhol. Most jöhet a, jöhet a izé is. Ha már fel annyit csak, mint egy Harry Kettner, akkor már nagyon jó vagyok amúgy. Tegyem lejjebb a kamerát. Ugye nézem, miért várja. Van jelentősége? Ha bedobna egy könyvet, akkor még látnám is. De nincs értelme lejjebb Azt nem takar valamit. Ja! Mi? Mi 23? Miről be... Ja, igen. Ez azóta nem lett átírva. Nem majd átírom. Azt még éppen meg Miről maradtál le? Az égvilágon semmiről, ha még a könyvkeresésnél voltál. könyörgöm legalább egy fél óra alatt dob már be ezt a retket. Mindegy, ezt egyszer kell megcsinálni, tehát nagyon jók vagyunk, figyelj. csak egyszer kell megcsinálni. Nem nagy kérés. Mert a Freddy meg lesz a 30-ig. Á, pedig az mennyivel jobb lett volna így új, új évet ott tölteni. Azt hiszem, hiszem arra írtad, hogy azért akkor mentek ki 30 meg ilyenek. Nem tudom, nagy út kikken. Már nem tudsz szerintem, mert már eltelt egy annyi idő, amíg lehetett tárolni a vodot magától. Ezt azt nem most néztük. Most is automatikusan tárolja a vodokat, nem tudom mennyi ideig. Azt hiszem, itt két hónapot, lehet csak egy. Azt állja. De azt csak is kizárólag vacs használjuk egyébként azt az oldalt. Ameddig lehet. hogyan építettem fel a követő táboromat? Hallod, fogalmam sincs. Csak csináltam, amit csináltam. Már olyan régen volt, té tényleg nem tő, azt tudom, azt Adja már be azt a szart, már engem is felbaszik DD. <síns> De azt még engem is. Péter, csinál, csinálom, hogy csak, esküszöm, nem tudom. Mondom, mindig azt szoktam adni tanácsnak, mindig kérdeztek ilyen ötleteket. Mondom, nézd vissza a saját adásodat, nézd vissza magadat. Ha hát tudsz magadon szórakozni, tudsz magadon röhögni, hogy hülye vagy, akkor az mások számára is szórakoztató lesz. Ennyi. Ennyi, tényleg. Ha magadat sem tudod visszanézni, akkor ne várd el mástól, hogy nézzen. Ennyi. Én, én, tényleg, én tényleg nem tudok ennél jobbat mondani. Ugye, ha, 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 ha úgy röhögsz magadon, hogy kínosan röhögsz, akkor más is fog így vélekedni rólad, érted? Nem kell feltétlenül a világ legviccesebb emberének lenni, nem lesz az. Nem kell a világ legérdekesebb emberének lenni, nem lesz az. Érted? Nem, nem kell a világ képű emberének lenned, mert nem lesz az. azt a pozíciót már befoglaltam. Nem, nem, nem ezért. Érted? De nem másik falusi múlik? Anya! Mikrofon? Ezzel valamit kezdni kéne. Megemelem a hangom, aztán már baszkodik a mikrofon. Bújék? Bújék, bújék. Nem tudom, de, de, de szóval te Mit, mit azok amúgy kajak? Túl aludtam magam, szerintem az volt a probléma. Meg lesz, esküszöm meg lesz. Mondom, minden egyes rohadt falu ugyannyi az esély. Mikor fognak felkörülni a vodok? Igen, igen, azzal még tartozom, azzal még nagyon csúnyán tartozom. Figyelj, esti progresszom egyik az lesz, hogy bepótolom a vodokat. Az, az egyik, egyik, proge, egy, egyik esti progresszom szerintem még a vacsparti előtt vagy után. Oh! Bár egy kicsit! Megtaláltuk! Végre bassza meg! Ne idegesíts! Na várjál, viszont nincs elegendő Emeraldom. Az viszont most rohadt nagy probléma. Szóval még azelőtt kellene, mielőtt itt kifutunk az időből. Szóval mit kellene csinálni? Várj, csak azban indokolatlan mód fát kellene találni. Ó, bazd. Hány darab? 52? Ne tűnjön el, könyörgöm, ne tűnjön el. 52? Na azonnal fát vágunk, figyelj. Figyelj, megoldjuk, várjál. Nem tudom, hogy oldjuk meg, figyelj. Hé? Megoldjuk, figyelj, 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 ne aggódj, ne, aggulj, ne aggulj. Kis elérhető közelségbe. Nem tudom már, mit kell nyomnom. Tök leszarom, nem érdekel, ezt fogjuk kiszedni. Mit gondolkodsz, hogy a LEGO Star Wars minifigurát gyűjtenek? Mit gondolnék? Azt gyűjtesz, amit szeretnél. Például, anyám halálos Iram ö, matchbox figurákat gyűjt. Mi, mi, mi lenne? Ebben sem izé nincsen. Ez egy elítélendő dolog? Az meg... De mit csinálok? Jó, easy. Jézusom, végre megvan! Anyud művelt is meg olvasott? Ezt ő mondja. De amúgy tényleg. Amúgy, halljátok, azon gondolkoztam. Én ma, te, tegnap, te, tegnap nagyon erősen elgondolkoztam rajta, Ugye nagyon keresi a Leslie a Lawrence könyvet. Én nagyon gondolkoztam, hogy felkeresem a, a, a az írót. Én nagyon, én, nagyon, én nagyon erősen gondolkoztam rajta. Tényleg. De nem tudom. Csak az a baj, hogy már elég idős. Le, lenne egy oltári komoly. Az nagyon komoly lenne. Az nagyon komoly lenne egyébként, hogy a szerző maga kihozná anyám elé. Az meg, ú, vagy vagy mit tudom, lenne valami, lenne valami aláírás, azt elvinném anyumot oda. Vagy valami, és a könyv ott lenne. Vagy val, á, valami nagyon komoly lenne amúgy. De át ezt már nem lehetne leszervezni. Meg egyébként iszonyatosan ismert. Emberről van szó olvasói körökben Iszonyatosan ismert olvasói körökben Szóval Én mivel lennék több, mint bárki más ebben az esetben, érted? Amúgy a jádekoponyák szigetét keresi Ja Fúra örülne, persze De na nagyon jó, ú de jó ajándék lenne Édes Istenem Mi a könyv? Leslie L. Lawrence uh, Koponyák szigete nem találja. Csak ez az egy hiányzik neki a gyűjteményéből van, vagy 130 darab, mindegyik könyve megvan neki, kivéve ez az egy. És nem találja sehol. Libri előrendelés, tököm tudja, a Facebook csoport sehol nincsen. Már gondoltam, hogy maga a szerzőt felkeresem. De nem tudom. Azért az, az egy elég nehéz falat lenne. Az még nem fiatal szerzőről beszélünk, nem biztos, hogy megérteni a helyzetet. Zavarni se szeretném, meg az a baj. Én nem tudom, hogy mennyire. Például 60 ezeren követik Facebookon. Most azért olvasói körökben az mondjuk elég sok, nem? Meg azért nem tudom, nemzetközi szinteken is lehet, hogy ismert. Nem tudom. Nem tudom, milyen mércébe belerakni, mert nem vagyok egy olvasó ember. Vagy mennyire kell... Egy tízes skálán, ha valaki vágja, hogy kiről van, szó, szóval Leslie a Lawrence egy tízes mennyire mennyire ismert olvasói körökben, nem tudom nem tudom, nyolc? Fogalmam sincs. Nem, tényleg nem tudom. Nem tudom egy skálába belerakni egyszerűen, mert, mert nem tudom. Nem vagyok tisztában a dolgokkal. Ötletem sincs. De az nagyon komoly lenne, már gondolkoztam rajta, hogy rendes jó lenne. Még pont 2020-ban írtam, tesómmal pont láttam, ilyen messenger visszakeresésben, hogy Szegeden tartott aláírást még akkor. De akkor nem tudtam, hogy hiányzik neki egy könyve. Leslie L. Lawrence, vagy Lőrincel László, tök mindegy. Ja, a, já Jáde ja Koponyák szigete. Mi az zenéket hallgatok Jimbe? próbáltam magamnak playlistet összeállítani, de az baj, még kevés van belőle. Ami van. De ma nem hallgatom 500-szor ugyanazt. Elég volt. Ez az? Hát az, de látod, ti nem tudod, ott van egy igénylés. Az nem vásárlás. Mondom, anyám minden egyes dolgot körülnézett. Nem, sehol nem elérhető. Tényleg? Szóval elég, eléggé keresi. Szóval attól, hogy ott vagy igénylés, attól függetlenül az ugyanúgy nem megrendelés. Ez is igénylés lesz valószínűleg. Kosárba tesz. Sajnos megrendelni kívánt termékenek nincs raktáron. Mondom. Tök mindegy, tök mindegy. Hát kattintsatok rá. Mondom, nem, nem anyám. Sőt. Sőt, rámész, nem, nem találod meg. tényleg nem találod meg. Szóval... Ja. Egy lépés előrébb van. Egy kicsit. Sajnos. Abszolút nem, abszolút nem találja. Ja. Előjegyzem, előjegyezhető. Mondom, egyik se egyből rendelhető. Kattintsatok rá. Tényleg. Csak kattints rá, mindegy. Mondom, az összeset megnéztem a Rocky, Libri, Bookline, mindegyikre az előbb rákattintottam. Mindegyik vagy igénylés, vagy előrendelés, vagy nincs készletem. Ja. Szóval... Tényleg, saj sajnos, sajnos tényleg így cinkes a helyzet. Tényleg már azt hiszem valami 30 es Facebook csoport van ott sehol senkinek. Akinek meg megvan, az nyilván nem fogja izé eladni. De hülye lenne az, aki gyűjtő ugyanúgy. Anyám is mondta, hogy gyűjtőtől nem fogja elvenni a lehetőséget. Érted? Nem tudom, egy ritka ez a könyv, ötletem sincs. Nincsek termékeim? Egy időben voltak, de... Majd egyszer, hogyha... Eljön az ideje. Hát, hogyha van rá időtök és megkezdtek, ezer hálám! Drága édesanyám nevében is, tényleg, esküszöm. Esküszöm. Ha, id ha, ha, ha tényleg időt szántok, akár egy megkérdezésről olyan helyen... Tényleg köszönöm. Abszolút. Mondom, anyám mondta, abszolút kifizeti, mit tudom én. Tudom, hogy ti nem fogjátok megenni, de nem érdekel. Ö, mindegy. Ö, mindegy. Szóval nagyon keresi Csóri. Aztán mondom, már éppen vágtam a főzős videót, az pont ott tartok, hogy izé a, a, könyves témánál. Ja. Hát köszönöm, tényleg, ha időt szántok rá, és pont útba esik nektek, szóval azért, azért szándékosan nem menjetek oda, de ha útba esik nektek, akkor, akkor, akkor végtelen hálám nekem is, meg édesanyámnak is. Abszolút, abszolút. Ja, Várja. Diamant kell még? Azt hiszem nem. Kéne még emrádot szerezni, csak nem tudom, miből tudok most rédelni. Vasból? Vasból tudunk, ugye? Azt hiszem, tudunk. Még a csákányra rá kell tenni a cuccost. Meg most már van protectionünk. Ja. Ha időtök engedi, tényleg... Abszolút. De csak ha időtök engedi. Mondom, ha az összes online oldalt megnézitek, csak akkor írd, vagy csak akkor szólj, hogy van, ha úgy teszed a kosárba, hogy elérhető a termék, mert mindegyik előjegyzés, nem elérhető, stb. Én és itt az előbbiekre rákattintottam, abszolút. Mert szerintem már azonnal írna, azonnal írna anyukám, hogy izé, hogy, hogy, hogy megvan neki a könyv. Szerintem azonnal írna. vas. 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 Jó. 15. És ez mire kell nekem? Ja, megvan. Jó, hát az nem. Az nem. Az nem, az nem. Jó, egyelőre kifulladtunk az ötletből. Igen, 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 sajnos. Sajnál az a helyzet. Gémántba tudunk-e Holy, na azt még nem csináljuk. Ez még buta ötlet. Jó. De egyelőre jók vagyunk. Más enchantja nincsen a többinek? Ja, az fejleszteni kéne. Megéri az nekem. Egyelőre nem. Mindegy. A fő részek megvannak, ezeket majd fel kell pimpelni, azt mondjuk, hogy megyünk bágyászni. Legalább megvan a küldetésünk első fél része. Hangos könyvről másolt ki. Persze, azt leírom neki egyesével. Nem, ő fizikálisan akarja magának. Tudom, nem mindenki érti, hogy az emberek miért olvasnak könyvet, de vannak. Nekem is van egy könyvem, az el kéne olvasni, a fele képekből áll. Magamnak vettem ráadásul. Megvettem a három éve. Érted? De azóta nem kezdtem neki. Pedig kurva érdekes, és engem is érdekel, kivételesen. Ja. Tehát. De el akarom már tényleg kezdeni, csak nem tudom, mikor, mikor van az az idő, amikor... Ténylegesen ráveszem magam. Jó lenne. Az életrajziakat szeretem. A Pablo Escobar élete a fia szemszögéből. Szeretem az életrajzi könyveket. Meg az életrajzi sztorikat is nagyon szeretem. Ja. De akarok majd még ilyeneket egyébként. Mit tudom, láttam például most a libribe voltunk. A... Mit akartam? Ebből egy se. Ugye? Ugye? nem fogadtam meg új évkor, abszolút, csak, csak már mindig el akartam kezdeni, sose, sose kezdtem bele. Na de, mit akartam mondani? Ja, meg voltunk a Libribe, láttam egy lommaszkosat, csak az, az meg több mint 10 forint egy könyv. Mondom, akkor legalább, mit tudom én, legalább felírják, remélem az egyik izé. Egy, egyik, egyik SpaceX-es űrhajóra a nevemet oldalt. Érted? nagyon, nagyon durva, mondom, mindenhol keresi. A Vinted, a vintage is le van neki töltve, azt hiszem. Ja, Vinted is le van neki töltve. Azt hiszem, szóval ott is nézte már. Ugye? Ugye milyen durva? Ugye milyen durva? Mond, agyám is mondta, kifolyt már a szeme az internetől, sehol nem találja. Abszolút, David Goggins könyv. Ó, érdemes? Akarok majd kis a motiváló szarokat is. Hát, ha megjön a kedvem az olvasáshoz. Hát, olvasni tudok. Hát, kicsit műveltebb leszek tőle, tudod. Meg könyv. könyv. De az, de az életrajzi egyébként az a, az a cucc, mondjuk elég vastag volt ez a könyv. Hát, meg kell, figyelj, ha szeretnéd. Mondom, ezzel, ezzel, ezzel segítesz mint nyilván. Egyébként ezt viszi azból akkor ott ki tudod olvasni? Ja, tényleg az nincs lefóliázva, kajak. Tényleg az nincsen lefóliázva. Nincs. De azt nem tudom vágod, hogy hány darabot, hány darabot csináltak belőle. Hát ez elég abszurd, érted? Most egyre nagy Leslie Lawrence olvasók vannak, vagy azt tudom, ilyen műfajból olvas. Azt tudom, hogy mindig izé, anyám ott a könyvet, könyvet a sloziba, azt mindig nem volt ott a telefonom, vagy le volt merülve, az mindig kinyitotta, azt elolvastam legalább a borítóját. Mondom, ki a faszom ez a csóka, hogy anyám mindig ilyeneket olvas. Mondom, ez mi? nem tudom, ez regény, vagy, vagy mit tudom. De nem, tényleg, én nem, meg, sem, meg, nem tudom mondani. Ha meg ott nem volt könyv, akkor meg a vizének, a légfrissítőnek a használati utasítását olvastam el mindig. Figyelj, unatkozni lehet? Lehet így is unatkozni. Tudjátok. Protection 4. Ezekre majd rá kéne vagy egyébként. Mert full protoss szedben rohadt nagy mázlim van. Zsemléért cserébe. Isten meg a mencs, hát te vetted magadnak azt a könyvet. Ne viccelj már. Te könyvet nem szokás eladni, mint állóolvasol, megtartod magadnak, nem? Szóval, ja. De mondom, anyának is már van szerintem, hogy 25 olyan könyv van, amit már csak úgy eladni akar, mert már kettő van ki belőle, érted? Szóval, szóval, ja. Itt azt mondjuk rá tudjuk tenni. Hol van a szilktecs? Ezt rá tudjuk tenni. Azzal akarjuk kezdeni? Na jöjjön. Szia, Akkor fortune nem tudunk rátenni, efficiency nagyon fasz lenne. De meg persze az unbreaking. Keresés indítása? Mondom, de csak ha időtök van rá. Tényleg, én, én, nem akarok senkire most egy ilyen, érted, hajtóvadászatot indítani a könyvért. Mondom, ha időtök van, vagy fizikálisan van valami hely és nektek, csak akkor tényleg. Unalmas, ne szopass már. Tuti kaptad a könyvet. Azért már nincsen izém. Nincs még annyi könyv, hogy csináljak magamnak izét. az előbb gondolkoztam én is rajta. De nem tudok annyi szart kigyűjteni jelenleg. Vagy várjál csak? Amúgy lehet, orbitálisan idióta vagyok. Várj egy kicsit. Éppen gondolkoztam valamint az előbb, várjál. De csak akkor, ha van, akkor a mákon. Várj egy kicsit. Olyan hambit Azt nem is adsz belőle? Hát azért gondolom, most ezt mondom, most nem azért gondoltam, hogy kaptad, mert ha magadnak vetted volna, akkor lehet érdekelt volna annyira, hogy ne gondoltad volna unalmasnak. Ah, oh, erre gondoltam, bazd meg, erre gondoltam, igen. Erre gondoltam. Egyetlen egy. Igen. Ez egy kicsit könnyebb lesz. Ropi upload. De ezt még vágom is. De Kovi, tényleg akkor, ha időtök, időtök van rá, tényleg, és útba esik. De tényleg köszönjük, abszolút. Anyukámat meg kell ezzel lepni. Most már, most már akkor is az a cél, hogy mi szerezzük meg. Ha már streambe említettem, most már nem hagyhatjuk annyiba, hogy ő szerzi meg, ő szerzik meg magának. Hát akkor minek mesélhet a streambe? Hanem azért, hogy mi odaadjuk neki, nem? Ez most, már, ez most már egy küldetés. Ez most már egy küldetés, komolyan mondom. Csabán, innentől meglátok minden izé, minden embert, akire úgy gondolom, hogy olvas, és meg fogom kérdezni, olvas Leslie Lawrence, Lovrenst, olvas Leslie Lawrence, ó olvas Leslie lawrence t Esküszöm, mindenkitől meg fogom kérdezni. Most már, most már meg kell szerezni. Tehát... Abszolút. És hát nem hagyhatjuk annyiba a dolgokat. Na, erre fát kellene még szedni. Annyi időbe lefér. Így, ez meg. Keresés megkezdve? Ajaj! Hát, de tényleg mondom, anyukámnak is kifolyt már a szeme. Nem talált már semmit, nem találtam már sehol. Szóval, Challenge accepted? Köszönöm szépen. Majd update-eljetek. Ha esetleg nem streamelek, írjatok rám nyugodtan Instán DC-n ezzel. Hol, van a pég Hol van a pégségetek? Itt, itt. Csak az látja, aki fel van irat... Nem. Ez egy csatorna név. De majd több jelentősége lesz neki idén. Idén, de fura. Az már 2024 van. Könyv címe, Leslie L. Lawrence, vagy Lőrinc L. László, tök mindegy. Ezt ne így egybe írt. A Jáde Koponyák szigete. És benelinkeld a Rokit, benelinkeld a Librit, Minden online oldalra kattints össze a megvásárlás, és majd írja, hogy nem elérhető, az előjegyezhető, az önmagába értendő. Ne tedd. Ne tedd. Bumbornyák.hu? Tényleg, Mm. Jó, öreg Gófi szó, köszi. Gófi szavak. A szívetekben, így van. A szívetekben. Pontosan, pontosan. Meg lesz odaadom a a nyádért? Azt komoly! Anyukám egy begliért akarod mondani esetleg. Na, Szóval, hát ha esetleg. Respect plus. nem tudom egyébként, Át. De, de, de azon hogy ennyire ritka ez a könyv? Vagy ennyire gyűjtői darab? Mert vágodom, hogy még azt tudom, hogy mennyire, mennyire, mennyire nagy tábora van egyébként a Leslie Lawrence olvasóknak. Kérdezzétek már meg szüleiteket, kajak. Esküszöm, de... Mi? azonnal küldj róla a képet, Roli. Azonnal. Ne viccelj. Ne, 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 ne. Állj, chat, állj, állj, chat. Mi van? Képet vagy kamu? Írtam e a bácsinak. Bá hogy? Ne viccelj, kajak? Ögyűjtő. Á, akkor nem fogja odaadni. Ne, 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 akkor, akkor engedd el. Akkor nem fogja odaadni. Á, esélytelen. Nem fogja. Jó, hát akkor így értem. Ja, hát akkor nem kell a kép. De azt kérdez már meg tőle, hogyha tényleg real, hogy ennyire gyűjtői darab az a könyv. Esküszöm. Én tudnia, én beszélgetni akarok olyan emberrel, aki, aki egyszerűen ugyanebben a világban van benne. Nem, anyám, anyám kikötötte a gyűjtőtől, de ezt nem fogja elvenni. Semmiféleképpen. De ez ennyire gyűjtői darab. De én, 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 esküszöm, Tom. Mondom, hogy beszélgetek nővére, de nyugodt a hívásba, de tényleg én, esküszöm, kíváncsi lennék erre. Tehát e eszméletlen, de tényleg. Milyen könyv? Leslie a Lavrens könyv. Hányat csináltak belőle, az meg ötöt? Vagy, vagy én esküszöm, nem értem. Mondom, azt nem úgy akarom felhozni, azért, mert én nem olvasok azt ízé, attól függetlenül. De én, én esküszöm, nem értem. Mikor jött ki az a könyv egyáltalán? Baszd meg. Hát már tizen éves koromban baszd meg, láttam mindig, hogy anyám olvassa ezeket, érted? Azt azért már eltelt egy kis idő. Ezeknek biztos kurva értéke lesz, meg, egyszer. Legalább tartsa meg anyám. 50 év? Hát majdnem 60. De tényleg hogy a picsába? Embertelen, embertelen. 56-ba fájt Prot 4 egyébként, ez még elég siralmas. Mindegy, szarni bele. Hát de mivel, hogy, hogy, írtál neki e-mailt? Kell a katyvasz anyjának? GTA 4-et? Uh az a gta is kéne folytatni majd. Nem majd csütörtökön. Csütörtökön ráírunk ezzel foglalkozni. 10 per 7 egy ritkasági skálán. De akkor mi számít, számít, az írónál 10 per 10-nek? Ha anyám azt mondta, hogy már csak ez egy hiányzik neki. Anyukád a könyvet, aki gyűjtő? Hát baszki. 10 per 7. Hát de mi a 10 per 10, ami meg van anyámnak? Azt a állítólag társas. Hú! Anyád. Azt a állítólag mert egyébként, meg ilyenek. Tehát, mondom, mi a fasz? Lehet, hogy a Monopoly bácsi, nem tudom. Pedig tart a stream. Mindjárt végzünk amúgy. Dragon Lore? Legfőképpen. Játék. 10 per 7. Mi a fene? Nem baj, megoldjuk, megoldjuk úgyis. De olyan hivatalosan írtál neki e-mailt. E-mailt úgy kell írni, tisztelt XY. Érdeklődni szeretnék, hogy. Remélem. Szia bácsi! Maga ír valamit, azt hiszem. Kell egy anyukának kösz. Na zsír zsír. Hivatalosan, illentudóan. Nagyon helyes, nagyon helyes. Lesz ma watch party? Persze, persze, persze. Majd fél tizenegytől ugyanúgy. Az, mert el kell mennem terem. Aztán remélem, még belefér az időmbe, amit tudok csinálni. Legalább. PR e-mail kiadónak, írócsapatnak lehet még fantáziát is látnak benne, hogy hozzásegítenek neked. Amúgy igen, ezen gondolkoztam én is. Mert a kapcsolataim nekem is meglennének alapesetben hogy ilyen hivatalosabb, cégesebb kártok, mindegy, meg tudjuk oldani, csak most ezek könyves körökben szerintem ezt leszarják. Érted? Most nekik, most nekik ez mi promóció? Egy olyan réteghez, akik amúgy nem olvasnak. Vagy csak egy rétege, érted? Mert itt igazából a réteg csak anyukám. Olyan szempontból, hogy neki kell, érted? Tehát nekik mi fajta promóció ez? Nem tudom. Ezek olyan nem tudom. ezen gondolkoztam pont, érted, most ilyen internetes világban, cégesen belül, érted, ilyen, ilyen, ilyen játékkiadós, az teljesen más, mert azokban a körökben mozgunk. De most egy könyv, érted, az teljesen, teljesen különálló ettől. Tehát lehet, hogy én az atya úristen is le fogják szarni, szerintem. Tehát... Kedvenc vidi mondjuk a ön könyve. Odaadod? Köszi, te puszi. És <laughs> tényleg. Tehát, az teljesen más. Az én, én nem tudom, én jobban, jobban félek az ilyen művelt emberektől, mert ezeket nagyobb tiszteletet kell adni nekik. Nem tudom, miért, de linket küldő ember, mi magát reklámozza. De még mennyire? Látott már 100 embert egyszerre nézni jön <laughs> Nem. Jó, azért annyi nem. Például bepromotáljuk lesz annyi. Megoldjuk, megoldjuk. Na jó. Megvannak a könyvek, rácsatoljuk majd pénteken őket, szerdán, milyen nap van ma? Pénteken. Aztán belekezdünk a bányászásba. Az ennyi időm volt már az MCZ-sre. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki nézte, és itt volt. Vodokat pótolom, még ma éjszaka igyekszem már mindent bepótolni. Nem egyszer rakom ki őket, majd úgy csúsztatással, hogy tudom. Aztán, aztán a ja, Köszönöm szépen mindenkinek, csak az MC miatt volt itt, köszi. Na,